Ciprián mester a bot csinált, a zenész varázsló elhatározza, hogy összehoz egy nagy koncertet, ám a muzsikusok egytől egyik szabadságra mentek. Innen kezdődnek a kalamajkák, a nehézségek, tulajdonképpen ő kell meg elővarázsolja a zenekart is. És hát, mint varázsló nem a legnagyszerűbb, úgyhogy minden egy kicsit félre sikerül, aztán mégis jóra fordul, és közben kiderül, hogy a varázsló inkább hegedülni szeretne, tehát minden a feje tetejére borul, de a végére mindenki megtalálja a saját helyét. Bambusz, nád is, majom kenyér. Fuvorista, jöjjön elém! Varázsigék hatására érkeznek meg a fuvolázó orchideák a kertésszel, a vibrafonon játszó jazzdobos és a részfúvós cukrászlegények. Nagy sikert arattak a jégvarázs szereplői, a csetlőbotló Olaf és a szépséges Elza volt a gyerekek kedvence. Milyen volt az előadás ma itt? Jó! Jó! Mi tetszett a legjobban nektek? A szimfonikus zenekar már hagyományosan kerettörténetbe foglalva tálalja a komoly zenét az óvodásoknak és kisiskolásoknak, akik így könnyebben befogadják azt. A humoros darab házon belül íródik, a zenét a klasszikus irodalomból válogatják, és friss szerzemények is felcsendülnek. Itt azért a muzsikusok nem tisztán muzsikusok, hanem színészként is jelen vannak, és érdekes dolog, hogy hogy lubickolnak a szerepben, tehát látszik rajtuk is a, úgymond a karakterfejlődés, és hát nagyon fontos az, hogy a darabot is mi saját emberek jegyzik, hát Kaciba Éva volt kolléganőnk, aki megalkotja a forgatókönyvet. A zene manó a szimfonikusok egyik legnépszerűbb bérletsorozata, a gyerekek és a pedagógusok is minden évben várják. A karácsonyi produkciót 6-szor adták elő, a korábbi években szokásos 3-4 alkalomhoz képest. Nálunk a szobodában a kolléganők is folyamatosan hallgatnak, illetve hallgatunk komoly zenét is, tehát ízlésformáló ereje is van ezeknek az előadásoknak. A fináléban minden szereplő együtt zenélt a színpadon, karácsonyi hangulatban.